Oké, üdvözlök mindenkit itt a Resident Evil 2 remake végigjátszásában. Nézzük meg újra még egyszer a kreditet, mert kurva jó lett a vége, nekem nagyon tetszett. Ugye ne haragudjatok, hogy megint belementettem, de ugye az előbb is az émász közbeszólt. Nézzük együtt, nagyon jó lett a játék, sokkal jobb, mint amit vártam. Brutális jó volt a vége, így megértek, lehet is végigjátszani. Ezek a boss fightok, öcsém, kegyetlenül kemények. A szar az irányítás kegyetlenül, de hát ugye már régi játék, ugye annak a feldolgozása, a remake. De amúgy a játék nagyon jó volt. Nagyon jó volt a játék, gyerekek, érdemes volt végigjátszani. Nagyon tetszett. Nagyon feszült a légköre, tehát azért én nem nagyon szeretek horror játékokkal játszani. Szerintem a Claire féle végigjátszáson érzékelhető is volt, hogy főleg olyan játékokkal nem szeretek, amivel egyszerűen játszottam, mert tudom a történetét, de itt azért sok csavar volt benne. Sok helyen ugyanott játszódott, azt untam, azt hallatszódott is szerintem a hangomon. De ezért a befejezésért meg, hogy így teljes kerek lett a sztori, mindenkinek ajánlom a Claire féle végigjátszást. Sokkal jobban fel volt fegyverezve Claire egyébként, mint a csávó, Chris, vagy hogy hívták, vagy Leon, nem, Leon, ugye? Leonnak hívták. Sokkal jobban fel volt fegyverezve, viszont sokkal gyengébb volt, tehát Leonnak, még Mr. X-nek 2-3 ütése. Tehát mikor Cautionben voltam, akkor is 2 ütést kibírta a Mr. X-től. Itt pedig Fiendba 2 ütésből megölt ez az utolsó előtti dög. Tehát mikor teljesen fura fel volt töltve az életem. Tehát úgymond a damage-et kevesebbet viselt a Claire.
C-s eredménnyel zártunk, összesen 9 óra 32 perc 39 másodperc. Itt rövidebb volt a kredit is. Extra mód megnyílt. Na hát gyerekek, köszönöm szépen, hogy itt is velem tartottatok ebben a végigjátszásban. Remélem tetszett nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!